Kovács napok, holokauszt emléknapja, egyre több ingatlant vásárolnak külföldiek, orvosi ellátás Tomaj Monostorán. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2018. május 18-án 18 óra 5 perckor. Az 1779. május 11-én a Charlestoni csatában hősi halált halt karcagi születésű Kovács Mihály huszárezredesre emlékeztek a róla elnevezett általános iskolások és a város vezetői a Dérinében. A hős életét dr. Pintér Zoltán Árpád középiskolai tanár idézte fel. Az akkori élmények és tapasztalatok talán megfakultak az emlékezetemben, de a hovatartozás érzése, azaz öntudat, amelyet egykori általános iskolám, egykori remek tanáraim elpalántáltak bennem, ennél mélyebben rögzült és máig tisztán él, elevenen él, emlékezett középiskolai tanár. Fabrici Kovács Mihály életét épp úgy a haza és a szabadság szolgálatának szentelte, mint tesszük ezt ma. Egy békésebb, de épp úgy kihívásokkal teli világban. Fabrici Kovács Mihály életének a példamutatás volt a központi motívuma, melyet sok ezer kiképzett katonájának adta örökül, s legszentebb kincsét, tulajdon életét is ennek vetette alá. Hősiesnek titulálni valamit igen szubjektív dolog, de kérdezem én, mi lehet a hősiesség, ha ez nem az? Szerencsére ma nem követeli meg a haza, hogy lovas rohamokban, harcmezőkön álljunk ki az igazunkért, de új kihívások sora vár megvívásra, más természetű küzdelmekben. Ennek szellemi fegyvereit az iskolák adják azon fiatalok kezébe, akiknek örökül adják hivatásuk legszentebb hagyományait. Ebben a formában még oly hősies helyt állni az osztálytermekben, mint az elmúlt korok háborúiban. Volt kovácsos diákként, én magam is köszönöm mindezt az iskolának, és kívánok a továbbiakban Istentől megáldott sikeres működést, szakmai sikereket, sok olyan diákot, akik évtizedek múltán büszkén vallják maguknak az iskola hagyományait. Kovács Mihály, azaz iskola névadója harcolt mindkét úgynevezett sziléziai háborúban, azaz osztrák örökösödési és a hatéves háborúban is. A történelem fintora, hogy a háborúk sajátossága, hogy mind a porosz, mind a dunai Habsburg haderőben szolgált és ért el kiemelkedő teljesítményeket. Kalandos élete sohasem tartotta sokáig egy helyben. Idézem Kovács Mihály levelét Benjamin Franklin párizsi amerikai követhez. Nagyságos uram! Az aranyszabadságnak nem sár arany az ára. Én is ki ezt a levelet tisztelettel átnyújtom nagyságodnak, magyar nemzetiségű, szabad, nemes ember vagyok. Mindenféle hadjáratban véres veszedelmek között tanultam meg mindazt, ami főképpen szükséges az újoncok kiképzésében, hogy háborús esemény közepette nagyon kell derekasan védelmezni ők az édes hazát. Végezetül kedvező választ várva semmit nem kívánok olyan hevesen, mint hamar útra kelni, hogy ott, ahol azt a legnagyobb katonai szükség megköveteli, szakadatlanul szolgálatban éljek, halljak. 1773 körül 16 ezer lengyel katonát képzett ki az oroszok elleni függetlenségi harcra. Élete utolsó nagy kalandja azonban 1776. októberében vette kezdetét. 1777 tavaszán áthajózott az óceánon, április 30-án már Rhode Islanden tartózkodott, és 1777. május 17-én személyesen találkozott George Washington tábornokkal. Hamarosan a pennsylvániai német zászlóalj újoncozó tisztjévé vált, új világbeli pályafutásában végül az hozott jelentős fordulatot, hogy 1777. július végén Bostonba érkezett, a nem sokkal korábban levert lengyel függetlenségi harc legendás tisztje, Kazimierz Pulaski gróf. Miután Pulaski gróf azzal a kéréssel fordult Washington tábornokhoz, hogy engedélyezze egy önálló könnyű lovas csapat felállítását, Kovács Mihály ennek az egységnek lett kiképző mestere. Póka, Pivni Aladár és Zakhar József kitűnő tanulmányából tudjuk, hogy eleinte Washington tábornok és törzskara fenntartással fogadta a magyar tisztet, egyáltalán a lovasság alkalmazását, és ez Pulaskit is elkeserítette, ezért elhatározta, hogy önálló légiót alapít.
Mint a lengyel gróf írta, alárendeltemnek egy tapasztalt tisztet ajánlanék, Kovácsnak hívják. 1778. február 4-én jelentette Pulaszki Washington tábornoknak, hogy a lovas ezredek felszerelése és kiképzése befejeződött. Az 1778. március 3-án Haddonfield mellett lezajlott ütközetben debütált a légió, melyről Washingtonnak ezt jelentették. Van szerencsém jelenteni excellenciádnak, hogy a dragonyosok csodát műveltek. A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából a Spinoza Színház egy végzetes négyszög története Ferenczi Sándor és Sigmund Freud barátsága című előadást tekinthették meg az érdeklődők a Dérini Kulturális Központban. A karcagi zsidó hitközség nyitni szeretne Karcag város lakossága felé. Ennek a folyamatnak részeként valósult meg ez az előadás is. A megjelenteket Csillag Barnabás, a karcagi zsidó hitközség elnöke köszöntötte. Kérem Önöket, kedves karcagiak, segítsenek abban, hogy mindenki megismerhesse a karcagi zsidóság módját. Utasítsák el a rasszizmus bármely formáját, tagadják meg a gyűlöletet. Legyen a karcagi zsidóság része városunk történetének, és kössön össze ez a közös és tragikus gyász bennünket. Mint elhangzott, az országgyűlés 2000-ben határozott arról, hogy április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja legyen. Az első ilyen megemlékezést 2001-ben tartották. A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapját minden évben megtartjuk. Az országgyűlés úgy döntött, hogy április 16-a legyen a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. A megemlékezés keretén belül idén egy színházi előadást hoztunk a városba. A Spinoza Színház rendezésében kerül bemutatásra Ferenc és Freud című színdarab. A tavalyi évben is ez a színház volt a vendégünk. A tavalyi évben a nagy sikerű Herzl színdarab kerül bemutatásra. Nagyon szerette a közönség. A hitközség pár éve megnyitotta kapuit a város lakossága előtt azért, hogy megismerjék a zsidó kultúrát, a nyugat, és hogy közösen építsék a jövőt. Ennek keretében már volt színmű előadás a diákoknak, amelyekkel a közismert bővítési célzattal a megfelelő holokauszt szemlélet kialakításához szerettek volna hozzájárulni, de voltak már hangversenyek is a zsinagógában. A karcagi zsinagóga nyitva áll minden látogató számára, természetesen előzetes bejelentkezés alapján csoportokat tudunk fogadni, egy rövid kis tárlatvezetést tudunk biztosítani, és hát mindenkit szeretettel várunk. Mondhatni, hagyományos megemlékezéseink vannak, ugye év elején első felében tavasszal a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja, azt követően pedig június 24-én lesz idén a karcagi mártír megemlékezés, 11 órakor a temetőben és 12 órakor a zsinagógában fogjuk megtartani a mártírre megemlékezést. A megemlékezésre mindenkit szeretettel várunk. Tervezünk még egyéb kulturális programokat is, folyamatban van most egy egyeztetés, ennek még nem szeretném a részleteit elárulni, de hamarosan jelentkezni fogunk vele. Kovács Sándor országgyűlési képviselő beszédében megemlékezett a karcagi zsidó hitközség mártírjairól, valamint a több mint 600 ezer magyar áldozatról és azokról a túlélőkről, akik magukkal hordozzák a testi és lelki sebeiket. A karcagi zsidó hitközség, ahogy Csillag Barnabás mondta, kinyitotta a zsinagóga kapuit, és nem csak a zsinagóga kapuit nyitotta ki, hanem a szívüket is, lelküket mindenki felé, hogy megismerjék őket, hogy mi lakozik a karcagi zsidó emberekben. Milyen öröm, milyen fájdalom, milyen kultúra és milyen múlt. És a mai napon, ahogy mondta Csillag Barnabás, egy színházi előadással jöttek ide Karcagra, hogy megmutassák, hogy mit tudnak, milyen jó dolgokat tudnak adni saját karcagi közösségüknek. Az emlékezés után Sándor Anna, a budapesti Spinoza Színház tulajdonosa, a darab írója, producere ajánlotta a nézők figyelmébe az előadást. A gazdasági szakértők szerint Magyarország egyre vonzóbb a külföldi befektetőknek, a beruházóknak és a lakásvásárlóknak egyaránt, egyre több ingatlant vásárolnak Karcagon és vonzás körzetében. Az összes forgalom mintegy 6-7%-át teszik ki a külföldi vásárlók. Leginkább németek, szlovákok és románok veszik a magyar lakásokat. Elsősorban a turisztikai a kiemelt településeken, itt kiemelnénk a Tiszató környékét. Az építőiparban jelentős a szakképzett munkaerő hiánya.
Bár van igény az új lakásokra, a beruházóknak is van építési kedve a munkaerőhiány gátja bővítésnek. Ez is oka lehet, hogy januárban több mint 40, februárban 26, márciusban már csak 1%-os volt az építőipari termelés növekedése. Hosszú távon a szakképzés fejlesztése, a potenciális munkaerő létszám növelése lehetne a megoldás. Rövid távon az is előre lendítheti az építőipar helyzetét és kiszámíthatóságát, ha a jelen állás szerint 2019 végéig érvényben lévő kedvezményes lakásépítési áfakulcs érvényességét meghosszabbítanák. Dr. Szabóné dr. Rakus Csinyec Katalin családorvos és foglalkozásegészségügyi szakorvos számolt be televíziónknak arról, hogy milyen az orvosi ellátás Tomajmonostorán. A 820 fős vegyes körzetet ellátó doktornő 2008 óta van Tomajmonostorán. A körzetben az újszülöttektől kezdődően a legidősebbig, 103 éves, mindenki megtalálható, évente mintegy 8-10 baba születik ide a településre. 2008 óta vagyok itt Tomajmonostora településén, tehát én már 10 éve. Ez egy vegyes körzet, 820 fős, újszülött kortól egészen az időskorig gondozzuk a betegeinket. A legidősebb betegünk most idén 103 éves. Évente körülbelül 8-10 újszülöttünk van. A védőnői szolgálattal együttesen látják el a feladatokat, és nagyon jó az önkormányzattal való együttműködésük is. Az elmúlt időszakban az önkormányzat az óvodásoknak a nem kötelező beadandó védőoltások finanszírozásában nyújtott segítséget. Azok között is a bárányhimlő elleni és az általános iskola 8. osztályosainak pedig az agyhártyagyulladás elleni védőoltás megkapása volt a ballagási búcsú ajándék az önkormányzat részéről. Ezen kívül jó viszonyt ápolnak a családsegítő szolgálattal és a szociális hálózattal is. Úgy gondolom, hogy nagyon jó együttműködünk az önkormányzattal, mind a családsegítő szolgálattal, szociális hálózattal. Az önkormányzat ebben az évben, tehát anyagi támogatást nyújtott, nem kötelező védőoltások beadásához, így a óvodások körében a Varirix, tehát a bárányhimlő elleni védőoltást kezdtük beadni, épp a múlt héten adtuk be az első részét, ugye egy hónap múlva ezt meg kell ismételni. Az iskolások körében pedig a 8. osztályosoknak búcsú ajándékul az agyhártyagyulladás elleni védőoltást fogjuk a Menveót beadni a jövő héten. Ezek elég drága oltások, tehát egyenként 10.000 forintba kerülnek, és ugye nagyon sok szülő szeretné, de nem tudja beadni. Viszont elég komoly, súlyos szövődményeket tudnak okozni. Katalin doktornő elmondta, hogy a nyári úgynevezett strandbetegségek időszaka következik majd, amikor bőrgombák, felfázásos megbetegedések, ételmérgezések jelentkeznek a pácienseknél. Míg téli időszakban inkább a légúti influenza-szerű betegségek dominálnak, a jó idő beköszöntével egyre inkább a strandbetegségek jönnek előtérbe, gondolok itt a légésre, a bőrgombára, felfázásokra. Virágzik ugye a sok fa, fű, virágok bekerülnek ugye a levegőbe is, egyre gyakrabban találkozunk szénanáthás betegekkel, valamint ételmérgezések is sajnos előfordulnak most már a jó idő miatt. Ebben a szezonban még a kullancs csípések is elő szoktak fordulni, ugye sokan kirándulnak erdős vidékeken, illetve itt kertes házak vannak, a fűfélékben előfordulnak kullancsok, ezek ellen is ajánljuk a védőoltást, hogy az a kullancsok hozta agyhártyagyulladást, hogy ezzel meg tudjuk előzni. Igaz, hogy a Lyme-kort és az egyéb betegségeket nem, de az agyhártyagyulladásnak vannak ugye tehát a legsúlyosabb szövődményei. Nagy hangsúlyt fektetnek a prevencióra ilyenkor nyáron is, amikor többnyire a paciensek meg is szoktak fogadni. Ilyen példának okáért a kelli mennyiségű folyadékbevitel. Erre a betegek odafigyelnek, és általában meg is fogadják a hasznos tanácsokat, mondta el a doktornő. Nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra. Többé-kevésbé megfogadják, tehát felhívjuk az idősek figyelmét az ANTS-szel együttműködve a bőséges folyadékfogyasztásra, arra, hogy ne tartózkodjanak a napon délelőtt 11 és délután 3 között. Próbáljanak kímélő ételeket enni azért ebben a meleg időszakban, különösen a gyerekek, idősek, a kellő hűtésre figyeljenek oda, tehát a tejtermékekre gondolok, a velük együtt terjedő szalmonellás megbetegedésekre, hogy ezeket ki tudjuk küszöbölni, ugyanis időskorban és újszülött korban azért ezek
eléggé le tudják gyengíteni a szervezetet. A másik, a prevenciónak a másik ága tulajdonképpen a védőoltások. Ezeket is próbáljuk ajánlani. Egy részük ugye kötelező, tehát ezért nem kell fizetni, a másik részük ugye nem kötelező, csak ajánlott. Ezek ugye elég drágák, sokba kerülnek. Nem mindenki tudja megfizetni. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták, riportjainkat újra nézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu oldalon. Viszontlátásra!